Köszöntöm Önöket, és egyben sikeres, kulturális programokban gazdag új évet kívánok! Az, hogy ez mennyire fog teljesülni, még a jövő zenéje. Az azonban biztos, hogy a 2021-es év zárásaként számos kulturális esemény részesei lehettünk. Ezekből láthatnak mai műsorunkban, így bepillantást nyerhetnek a Farkas Ferenc Énekegyüttes jubileumi koncertjébe. Felelevenítjük a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar történetéről szóló könyvbemutatót, és visszatérünk néhány őszi eseményhez is. Tartsanak velünk! Harminc éve Baráti Vett növendékeinek kezdeményezésére alakult meg az az együttes, amely a zenei sokszínűségéből adódva először a Szivárvány nevet kapta. A formáció azóta nem csak felvette Farkas Ferenc nevét, de széles körben népszerűsíti a kanizsai születésű zeneszerző életművét. A jubileumot ünneplő Farkas Ferenc Énekegyüttes barátokkal, egykori tagokkal és az énekművészet rajongóival közösen mondott köszönetet az elmúlt évtizedekért a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A dallam senki, a felidézet elszáll, ahogy a pillanat. Zsongó emléke csupán mi megmarad belőle. Aki választott, hiába futsz előle. Benned zúg, kínosz, vidít, ha úgy akarja, elhagy, amikor kedve tartja, mert a dallam szalad. Összetartozás valahova, tartalmas időtöltés együtt, és kitartásra nevelt bennünket ez a 30 év, rengeteg zenei élményen keresztül, és a sok szeretet, ami akár kóruson belül, illetve a közönség által átélt élmény mindannyiunkban, ezek a legjelentősebbek talán. És az eredmények, azok pedig csak egy nagyon jó, pozitív visszacsatolások, de minket soha nem ez motivált, és ez a nagyszerű ebben, hogy ez az együttes így van együtt 30 éve, ahogy együtt van. ...1991-ben az éneket szerető növendékek kezdeményezésére alakult meg a Szivárvány Énekegyüttes, mely később vette fel Farkas Ferenc nevét. Fennállásának 30 éves évfordulóját a Hevesi Sándor Művelődési Központ előcsarnokában tartott nagy sikerű koncerttel ünnepelték, nem csak a jelenlegi, de az egykori tagok is. Többszörösen is változáson megyünk át 30 év alatt. Megváltozik az élet körülöttünk, megváltoznak az emberek életszituációi, amelyek nyilván egy ekkora kis, majdhogy nem azt mondom maroknyi, de hát miről beszélünk, 12-15 főig mozgott az együttesnek a taglétszáma, sőt a kezdetekkor 5 fővel indult, aztán lett 7, aztán 9, és ahogy komolyodtak a feladatok és kihívások, úgy igyekeztem szakmailag is kibővíteni a kórust, hogy a szólamok arányosan és szóljanak, illetve a művek megfelelő hangzást nyerjenek ezáltal. Egyrészt megváltozott az élet körülöttünk, tehát annak idején, amikor az egyetemisták hétvégét nem sajnálva hazajártak minden hétvégén próbálni, ezt ma már nem hiszem, hogy a gyerekek vállalnák. Tehát egy más világban élünk,
Viszont akik régi tagok, és bizony van egy olyan tagom, aki 30 éve, van olyan, aki 26 éve, 25 éve, 23 éve, jelenleg is tag, és számos olyan tagunk van, akik ugyanilyen, majdnem ugyanilyen hosszú ideig, tehát 20 évig, 15 évig, 19 évig énekeltek a kórusban. Nekik ez borzasztó sokat jelentett nyilván, de az életszituáció azt hozta, hogy egy idő után befejezték, de itt voltak velünk a koncerten, és együtt énekeltek velünk, és együtt örültek a mi ünnepünknek, hiszen ők ugyanúgy részesei, csak legfeljebb most már nem énekelnek. Ez egy változás. Most jelenleg az együttes elég nagy változáson ment át, mondhatni nem csak a pandémiának köszönhetően, hanem egy generációs váltás is bekövetkezett, és, de megvagyunk, és az új tagok nagy tisztelettel elfogadták a meghívást az együttesbe, és nagy aktivitással vesznek részt a munkában, és újra épül. És, de a mag, mindig van egy mag, aki viszont ugye adja a múltat. Tehát ez a nagyszerű, hogy a múlt és a jelen egymásra tud szépen épülni. Mint alapító karnagy és 30 éve vezetője ennek az énekegyüttesnek. Ez egy nagy ajándék az én életemben is, hogy szinte a gyermekeimmel együtt nevelődött ez a kórus, és fejlődtünk közösen általa, mert én is ugyanúgy fejlődtem, ahogy maga a kórus. És én tiszta szívemből kívánom, hogy nem csak 30 év, hanem több év legyen, sokkal több. Folyamatosan tudjon működni, akkor is, ha már én nem én leszek az élén, hiszen ez azt jelenti, hogy az éneklés művészete, szeretete, a közösséghez való tartozás, az továbbra is fontos lesz az embereknek, mert ez a legfontosabb talán. Az, hogy a közönség borzasztó, tehát minket nagyon meghatott most, vagy engem személy szerint, de mondhatom a kórust is, az, hogy a Hevesi Sándor Művelődési Központnak a színházi előcsarnoka zsúfolásig megtelt. Erre nem számítottam, és a közönség visszajelzése nagyon-nagyon fontos, és ez most nagyon jókor jött, egy olyan időszak után, amikor az ember a próbákat is maszkban töltötte, és csak a koncert napján, a koncertre vettük le először a maszkot. Hónapok óta nem hallottuk a saját hangunkat így, és a közönség szeretete, és az a fajta figyelem, ami ránk irányult, az mélységesen meghatott bennünket, és megtisztelőnek éreztük mindannyian. Úgyhogy ez így együtt tud kerek egész lenni. Az elmúlt évtizedekben az énekegyüttes munkáját több díjjal és elismeréssel is jutalmazták, különböző hazai és nemzetközi fesztiválokon, kórusversenyeken. Az ünnepi programra Farkas Ferenc fia, Farkas András is köszöntőt küldött, de Zádori Mária Kossuth díjas énekművész is üzenetben köszöntötte a kórust. A szakma mellett pedig a közönség szeretete az, amely még tovább viszi az énekegyüttest. Erre most nagyon készültünk, tehát nekünk a 2021-es év, amiatt is, hogy 30 éves lett az együttes, egy program sorozatot terveztünk, amely tulajdonképpen, ha nem is a teljes évre elosztva, de a nyártól fogva megvalósult. Mert tavasszal, amit lehetett, akkor online térben mutattuk be Farkas Ferenc műveit és népszerűsítettük, ami egy újabb fejlődési szakasza az együttesnek, hiszen ilyenre mondjuk 20 évvel még nem is gondoltunk, hogy lesz. Aztán nyáron megvalósult a Farkas Ferenc nyomában című utazásunk, Eger, Sárospatak, és azokon a helyszíneken énekelhetünk, amelyekhez Farkas Ferenc munkássága
nagyban fűződik, hiszen tudjuk, hogy a történelmi filmekhez, az Egri csillagokhoz és számos egyéb filmhez ő írta a kísérő zenét, úgyhogy mi ott énekelhettünk, ahova őt kötője munkássága. És természetesen nagy célunk volt a flashmobozás is, amely a Zenevilág napján Nagykanizsán is megvalósult, mert egyébként nyáron meg számos helyen, hogy Farkas Ferenc műveit népszerűsíthettük. És most itt volt zárásként a jubileumi hangverseny, úgyhogy feladatunk volt bőven a 2021-es évre, hogy mi a következő cél és kitűzött feladat. Mindenképpen az, ami hétről hétre történik nálunk, hogy összejövünk, éneklünk. Én azt gondolom, hogy egy ilyen, és készülünk új darabokkal, repertoárok építéssel. Csiszolódik az új tagsága régihez. Én most talán szerényen ennyit kívánnék a 2022 évre először, reméljük, hogy már ősztől már többet is kívánhatok. Tudnilik, borzasztóan élvezzük azt, hogy most élőben együtt énekelhetünk. Tehát az, amikor Zoom-on dolgoztunk hétről hétre, hát azért az nem az igazi. Tehát most ennek nagyon örülünk, és nyilván közösen fogjuk kitalálni, hogy mi az új cél. Mindig kellenek valami célok, és nem kell nagy dologra gondolni, nem kell feltétlenül nemzetközi versenyre menni, hanem az is cél, hogy szűkebb környezetünkben megmutatkozhassunk néha, de legfőképp együtt csiszoljuk a műveket és a társaságot is. A városban egykor működő zenekarokról, kórusokról és a kulturális élet fontosabb szakaszairól is tájékozódhatnak az olvasók. A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar 100 éves története című kiadványból. A kötetet még decemberben a Magyar Plakátházban mutatták be az érdeklődőknek. A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar 2021. január 8-án ünnepelte megalakulásának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból született a formáció történetét összefoglaló könyv. És ezt az évet terveztük ennek az ünnepségnek a kibontására, hogy így mondjam. Ugye sajnos az ünnepi hangverseny elmaradt januárban a pandémiás helyzet miatt, de nagyon örülök, hogy ez a könyv most megvalósult. Ez alkalomból jöttünk most ma össze. A kötet számos más érdekességgel és kiegészítő információval is szolgál a közönségnek, Kanizsa a különböző művelődési területeiről. Az ötlet igazából, mondhatom, hogy tőlem származik. Nagyon szerettem volna egy olyan történeti kiadványt, ami átöleli ezt a 100 évet, hiszen Nagy Kanizsa a kultúrtörténetének roppant fontos elemeit tartalmazza, részleteit, érdekességeit tartalmazza. Ez kapcsolódik nem csak a zenéhez, hanem egy csomó minden máshoz, amit a városban történt az elmúlt 100 évben a kultúra területén. Hogy zajlottak milyen egyesületek voltak, milyen kórusok voltak, zenekarok, hányféle, milyen zenekar működött, kik voltak a mecénások, kik játszottak ezekben a zenekarokban. Nagyon-nagyon érdekes a könyv maga. Érdekes az is, hogy mi zajlott ebben a 100 évben, mennyire hullámzó volt az, hogy most volt zenekar, nem volt zenekar, milyen tényezők befolyásolták a zenekarok működését, tehát nagyon érdekes a könyv maga. Több részre bomlik a könyv, egy hosszabb rész tárgyalja a megalakulás és a második világháború közötti részt, akkor van egy olyan jelentősebb fejezet, ami a második világháború és a 70-es évek közötti időszakot ecseteli, utána van a 90-es évekig, és aztán ami a 90-es évek után történt, ahol már alapvetően egyesületek által működtetve sikerült a zenekar életét továbbvinni. Kocsis Katalin, a kötet szerzője, zenei könyvtárosként dolgozott a Városi Bibliotékában. Főként a nyugdíjas éveiben kezdett el Kanizsa a zenei múltjával foglalkozni. Ennek kapcsán kért fel engem a Krát Kisván Egyesület, hogy amikor nagyszerű kerek évfordulója van a zenekarnak, akkor én írjam meg a zenekar történetét, úgyhogy ez egy rendkívül megtisztelő felkérés volt. Ugye hát gondolom az elhangzott, hogy sajnos csúszott egy évet ugye a pandémia miatt,
de hát végül is most itt van, a 101. évfordulóra megszületett, és egy nagyon gyönyörűséges könyv született. Most ez a belbecset, azt majd az olvasók nyilván fogják értékelni, de ránézésre látszik, hogy csodálatosan szép maga a könyv. Tehát ez a Balogh József és a C4Z kulturális mérnökségnek az ő tervük, és az ő dizájnjuk, és hát gyönyörű szép lett. Úgyhogy én emiatt már most nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép lett a könyv. Hát története, ugye egyrészt ez a 100 év, ami megelőzte, mert ugye Kanizsán már korábban is voltak zenekarok, és a könyv első részében annak igyekeztem utána járni, hogy egyáltalán Kanizsán milyen zenekarok, hogyan, mikor, meddig voltak, milyen előzményei voltak annak, hogy végre megszülethetett 1921-ben egy városi zenekar, mert hát nagyon sok törekvés volt rá, rengeteg sok kudarc is volt, és mindenféle érdekes dolgok, és ezeknek is próbáltam utána járni, és utána pedig hát konkrét előzményei, hogy hogyan alakult meg konkrétan ez az egyesület, vagy ez a zenekar, mert ennek is rendkívül érdekes a története, és aztán hát végigkövettem ezt az évszázadot. Erről szól a könyv, nagyon sok illusztrációt tartalmaz, amik fönnmaradtak. Ugye sajnos a régi időkből azért viszonylag kevés, de van egy nagy, egészen csodálatos fénykép benne, ami egy ilyen kihajtható oldalon szerepel. A zenekar 1924-ben. Ez egészen döbbenetesen jó fénykép, és ismerjük név szerint is, akik rajta vannak, ugyanis ez a fénykép megjelent 1925-ben a Színházi Élet című országos, és nagyon népszerű újságban, képes újságban. És úgyhogy így ismerjük, hogy akkor kik voltak a zenekari tagok, és ez nagyon érdekes volt a kutatás szempontjából is, és hát a későbbiekből is vannak azért közbe-közbe fényképek, és hát különösen sok persze már a 60-as évektől, ugye, az természetes, úgyhogy emiatt a könyv hát látványnak is szép, és hát nagyon remélem, hogy érdekes lesz, és azért ez úgy érzem, hogy megmarad az utókornak, szóval ez azért fontos, és nagyon remélem, hogy a zenekar továbbiakban is hát majd élni fog, és hát majd talán 100 év múlva is lesz valaki, aki a következő 100 év történetét megírja. A könyv a Turinform irodában megvásárolható. Műsorunk hátralévő részében tekintsünk még egy kicsit vissza. Kis Kármen kanizsai művésztanár Tündérport című tárlatát ősz elején láthatták a Hevesi Sándor Művelődési Központ Ősze András galériájában. A legutóbbi évek munkáit foglalta össze az alkotó a kiállítással, mellyel saját bevallása szerint egyben egy korszakot is maga mögött hagyott. Kis Kármen Tündérport címet viselő kiállításának anyagát egy éve szerették volna bemutatni. A vírushelyzet miatt akkor azonban csak online volt erre lehetőség. A rendkívül magukkal ragadó alkotások ezúttal élőben is megtekinthetők a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Kis Kármen nem ismeretlen a művészet szeretők körében. A művész sokféle technikával alkotott már, munkáit pedig számos helyen megmutatta. Nagyon sokáig akvarellel, akrillal, olajjal festettem, és ez az utóbbi 5 év, ez inkább a grafikákról szólt, és a pasztellekről. Nyári időszakban inkább a pasztellekről, és más időszakokban, nyilván amikor időm engedte, akkor a grafikákról szólt, és magában hordoz még egy ilyen illusztrációs világot is, nagyon sok könyvillusztrációt készítettem, és valahonnan onnan indult el ez a vonulat, hogy hogyan lehet egy képben összehozni mindazt, amit olvasok, amit látok, amit hallok, ami körülvesz. Véletlen műve az, hogy a grafikákban mindig megjelenik egy-egy ember alak, egy-egy hölgy alak, pasztelképekben pedig tájképek természet elevenedik meg?
Ez szerintem csupán csak egy ilyen kettősség, ami bennem van így az alkotásban, hogy szeretem magamat fekete-fehérben is kifejezni. Egyébként nagyon sokáig csak úgy fejeztem ki magam, tehát fiatalabb koromban, és később jött ez, hogy színekben gondolkodtam, és a pasztell állt hozzám leginkább közel, és ezzel a plener világgal, ugye a nyári művésztelepe kapcsán ismerkedtem meg, és nagyon sok segítséget kaptam más művész kollégáktól, és nagyon sok inspirációt, és amikor fekete-fehérben dolgozom, akkor mindig kell egy váltás, kell egy időszak, amikor áttérek színesbe, és utána újra visszatérek a fekete-fehér rajzokhoz. Összefoglalója egy pár év munkájának. Nem csak grafikákban, nem csak pasztellekben, hanem összességében azoknak a történéseknek, amik 5 év alatt történtek velem. És a tündérpor nem csak arra utal, hogy a festékpor és a pigment, ahogy száll, hanem a tündérpor mindaz, aki én vagyok. Ahogy a gyerekek fogadnak engem, ahogy a környezetem fogad engem, ahogy én átvarázsolom a természetet és a környezetet, azt a világot, ami körülvesz. A művészet nem lehet öncélú, vallja az Rinyi Bólyai iskola pedagógusa, aki ezért is fontosnak tartja a tanítást. Azért szoktam használni, hogy művésztanár, mert van egy ilyen filozófiám, hogyha valaki művésznek tanul, akkor az nem lehet öncélú. Tehát az, hogy kifejezzük magunkat, szerintem egy művész nem állhat meg ott, hanem azt valahogy tovább kell adni. És hogyha ezt a gyerekeken keresztül tovább lehet adni, akkor tovább is kell. Úgyhogy én ezt szerint élek, és a gyerekek tudják, és azt tudják, hogy alkotok, és azt is tudják, hogy az ő rajzaikban ez tovább megy, ez a fajta gondolat. Az alkotások alatt nem olvashatók címek. A művész így megadja a néző szabadságát a képi világ tovább gondolására. Szándékosan nem adtunk címeket, bár Lengyák Istvánnak köszönhetően nagyon sok olyan kép van, aminek van olyan hívóképe versek formájában, ami úgy született, hogy ő látta a képeimet, és azonnal reflektált rá egy-egy verssel, egy vers utalással, és gondolkodtam rajta, hogy ezeket kellene alattuk elhelyezni, hogy legyen egy kapcsolat, ami ugye elindítja az embereket a gondolatvilágban, de úgy gondoltam, hogy még jobb az, hogyha ők látják bele azt, ami hozzájuk közel áll, mert ezek főleg a grafikák olyanok, hogy az ő képzeletviláguk formálja meg magát a címet. Az én gyerekkoromtól elég hosszú út vezetett idáig, és az, amikor elindultam a művészpályán, akkor még nem lehetett eldönteni, hogy balerina leszek, vagy festőművész, vagy rajztanár. Mindegyik valahogy bennem volt. A mai napig bennem van a tánc, tehát az valahol megjelenik részben a képekben is. Tehát azt nem felejtettem el teljesen, nyilván aktívan már nem csinálnom. De az, hogy ez a sokféle dolog összeadódik bennem, ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, ez nem csak a tanulmányokat jelenti, hogy nagyon sok felé tanultam, ugye nagyon sok iskola szinten, hanem a magánéletemben is ugye az állandó helyszínváltoztatások azok is közrejátszottak ebben, illetve azok a hatások, amik emberileg értek engem a fejlődésem során, ez mind benne van a képekben. És ezen az úton most hol tart jelenleg?
Ezen az úton ott tartok, hogy ezzel a kiállítással le fogok zárni egy szakaszt, de nem teljesen, mert nyilván a pasztelek tovább élnek, majd tovább élnek a grafikák, csak most arra állt össze bennem egy olyan koncepció, amit mindent egy képen belül fog megvalósítani. Technikailag is, és formailag is, tehát ennél sokkal nagyobb ívű képekben fogok gondolkodni, méretben is. Kis Kármen tehát tovább álmodta művészetét, a Tündérpor kiállítás pedig október 6-áig még látható az Ősze András galériában. Mohajvé Lajos, Tinta Ceruza a Sörös Ládában című kötete kapcsán tartottak szerzői estet októberben a Honvéd kaszinóban. A nagykanizsai születésű József Attila díjas költővel Balogh László polgármester, Lehota János esztéta és Szemes Péter irodalomtörténész beszélgettek. Dicsérni jöttem a legkanizsaibb minőségi író-költő esszéírót, Mohajvé Lajost, 65 éves mi volt a kapcsán, a szülővárosa Nagykanizsa nevében. A tavaly decemberben megjelent könyv az író városi barangolásairól, tapasztalatairól, a kanizsai sörről és a múltbéli italozások hangulatáról szól. Nagykanizsán születtem, a Rózsa utcában, ugye az egy mítikus utca az én számomra, egy eposzt is írtam róla, a Rózsa utca retrospektívet, és ami a legfontosabb ebben a történetben, vagy az lehet, hogy hosszú idő óta készülök egy prózakötetre, aminek az a címe, hogy a Kanizsai Hidegház. Ugye az a, tudja micsoda, a temetőben a ravatalozó, igen. És ez a címe, ez egy nagy lélegzetűnek szánt, mert ugye 10-12 év óta írom, különféle részei megjelentek ez a Tinta Ceruza a Sörös Ládában is részben része az. Ez négy olyan nagy regényből állna, vagy betétből állna, vagy nagy fejezetből állna, amelynek az egyik része a utazás a gyermekkor mélyére, a családi sírbolt, vagy családi kötelékek, fejezetek a város életéből, aztán az életrajz alattomos munkálkodásai, ezek lennének a nagy fejezetei a műnek. Ugye ebbe gyakorlatilag benne van az összes olyan tapasztalat, amit egyrészt gyerekkoromban a 60-as évek kanizsájáról, a világ, tehát a kanizsájáról el tudnék mondani, főleg mi ebbe a különös a kanizsai hidegházba. Ez a temető ravatalozója, és mikor nagyapám halála után, öregapám halála után, aki 6 éves koromban meghalt, kijártunk a temetőbe a nagyanyámmal, akkor ez a épület mindig hát nem nehéz megfogalmazni, ezért fogom majd néhány száz karakterbe megírni ezt, hogy mit jelent. Tehát azt gondolom, hogy ez lenne az origója egyrészt a családtörténetnek, a családi haláloknak, Kanizsának, meg hát valószínűleg engemet is majd onnan visznek ki. Mohajvé Lajos középiskolás korában verseket írt, később elkezdett irodalomtörténettel foglalkozni. Több könyvet írtam Kosztolányiról, 20. századi írókról, közép-európai írókról, és aztán 50 éves korom után úgy döntöttem, hogy visszaírom magamat az irodalomba, mert ilyen értelemben, és utána megszületnek azok a prózák, amelyek részben már elkészültek, megvannak, újraírom őket, dolgozni kell minden nap, ez a dolognak a lényege. Most éppen leginkább versekkel jelentkeztem, úgyhogy a Tinta Ceruza a Sörös Ládában az ugye egy vallomás a városról, a söréről és Bohumérábáról, akivel találkoztam, ugye akinek szintén a sörgyár volt az egyik életének egyik legfontosabb momentuma. Ez egy olyan kötet, amely szól egyébként a városról, az én városi barangolásaimról, a kanizsai sörről, a kanizsai sörösökről, szól Bohumérábáról és szól Prágáról. Így adódik össze, és van neki egy különleges specialitása, ha úgy tetszik, hogy 1904 és 5, 1904-nek a négy telén volt egy cseh sörmester a kanizsai sörgyárban,
és ez az úriember, ez vendégül látta Haseket, és sikerült találnom két olyan írást, ami soha nem jelent meg. Egy pozsonyi barátom lefordította, az is szerepel a könyvben, Haseknek a két kanizsa írása. Szerették ezt a kötetet. Mindenki másképpen szerette. Igazából egy fontos kritika volt, a Szále Lászlóé az élet és irodalomba, de hát őt régóta ismerem, és tudja, hogy ez miről szól, és az a címe a bírálatának, vagy a kritikájának, hogy a regényépítő, tehát ennek a Kanizsai Hideg hátszínű regénynek a felépítésében látta ezt meg, ami igaz is egyébként, de nem feltétlenül. Bár azért a bevezetőjében, meg az első fejezetekben jelzem, hogy ezek a történetek miért születtek meg. Állandó az összegző, mondhatom létösszegző kérdés, szerettünk-e eleget? Adódik a válasz, nem, de van mégis. A szerző a következő időszakban mindenképpen szeretné befejezni a Kanizsai Hidegház című 12 éve készülő prózakötetet. Figyelmüket megköszönve búcsúzom, két hét múlva is várjuk Önöket, addig is, ha tehetik, látogassanak el a programokra. Viszontlátásra!